vendéget az est moderátor, a Mezei Zoltán színművész köszöntötte, de az egy-egy után kezdő szólt Korhesz Tamás, az Alvinkót kapitók egyike is. Mondjuk még el, hogy a 250 meghívott vendég között rengeteg egyetemi tanár van, értelmiségi, színművész, újságíró, de ugyanígy a Vajdasági Magyar Szövetség magasrangú politikusai, tisztségviselői. Itt láthattuk például Józsa Lászlót, a Vajdaság Magyar Szövetség tanácsának tagját, de találkozhattunk Kucsera Géza Szabadka volt polgármesterével, vagy Maglai Jenővel, a Szabadtok a aktuális polgár mesterével is. Fogalmaztam már az imént, az alakuló közülés tart még, és ezek után kerülnek még bizonyos dokumentumok elfogadásra, de hát mindenről bővebben majd holnapi hírműsorainkban.